Televízió Mozog velünk című sportmagazinjának 8. adását látják. Köszöntöm Önöket, Vasvári Ferenc vagyok. Nézzük, mi lesz mai műsorunkban. Együttműködési megállapodást kötött a Gödi Sportegyesület és a Búzaszemre Általános Iskola. Gödi táncos a budapesti birkózó világbajnokság megnyitóján. Gödön játszott az első magyar paralimpiai bajnok. Szeptember elején együttműködést írt alá a Gödi Buzaszemiskola és a Gödi Sportegyesület. A munka a kajakosoknál már elkezdődött. Az érintetteket kérdeztük a részletekről. Együttműködési megállapodást kötött a Gödi Sportegyesület, illetve a Buzaszem általános iskola. Mi az együttműködés lényege és miért jó az iskolának? Arról kötöttünk együttműködési megállapodást, hogy a Búzaszem iskolában elsősorban a Gödiese szakosztályának hirdetéseit tesszük ki. Akkor, hogyha a Gödiesében van olyan szakosztály, akkor idegen szakosztályait nem tesszük ki, ez az egyik fontos pontja a megállapodásnak. A másik az, hogy a jövendő tornaterem építésében és aztán használatában is együttműködünk majd. A harmadik pedig az, hogy a Búzaszembe járó gyerekek a Gödiese kajak szakosztályának igénybevételével tudnak kenúzni a Dunán testnevelés órákon. Azt gondoljuk, hogy mindhárom nagyon fontos cél. A vízisportok megszerettetése az nagyon fontos az iskola számára. Itt vagyunk Gödön, itt vagyunk a Duna mellett. Azt gondoljuk, hogy a gyerekeinknek nagyon fontos, hogy a Dunát szeressék és tudjanak vele bánni. Tehát nagyon fontos, hogy megtanulják a vízi közlekedés szabályait, kenúzás, kajakozás alapfortéjait. És hát azt gondoljuk, hogy gödi gyerekeknek ezt egyszerűen tudnia kell. A másik, a tornaterem építésében való együttműködés, azt gondolom, hogy sokat segíthet majd Göd tornaterem gondjainak megoldásában. Persze a környékbeli lakók miatt ide nagyon csendes sportok jöhetnek csak, tehát szó sem lehet arról, hogy itt éjszakai focik legyenek, de arról igen, hogy iskolai testnevelés órákat, vagy pedig a szakosztályok kiegészítő testnevelés foglalkozásai gyerekeknek azért még itt tudják tartani esetleg. Kis tornaterem lesz, tehát a nagy sportcsarnokok gondjain tudunk egy picit enyhíteni. És fontos az is, hogy a Gödi ESE szakosztályainak hirdetéseit tesszük ki elsősorban a fali újságunkra. Azt gondoljuk, hogy a Gödi ESE a város közösségét képviseli. Azt is gondoljuk, hogy a város adóforintjai is vannak benne, azaz a mi pénzünk is van benne. Tehát az a kötelességünk, hogy megpróbáljuk erősíteni minél jobban a Gödi esét. És persze, ha van olyan szakosztály, amely Gödi esében nincs, akkor nyugodtan jöhet hozzánk, hiszen nyitottak vagyunk. Mi a reális esély annak, hogy itt tornaterem lesz, illetve mikor várható ez? Mert erre időpontot nem mondanék. Most elindult egy folyamat. Még a tervezés előtt vagyunk, tehát még sok mindennek kell történnie addig, amíg ez meg lesz. De azért az biztató, hogy egyetértünk abban, hogy itt tornateremnek lennie kell. Na hát ez a szerződés most pillanatnyilag a sorban az első, reményeink szerint, és többféle aspektusa van. Gyakorlatilag rengeteg dolgot szeretnénk elérni ezzel a szerződéssel, szerződésekkel. Egyrészt, és talán nem is gondolná senki, aki első pillanatban elolvassa ezt a szerződést, azt szeretnénk, hogyha a gyerekek jönnének a Dunapartra. Tehát ha valaki a Dunapart mellett lakik, annak kell vízbiztonsága rendelkeznie, meg kell ismerni ezt a gyönyörű helyet, el kell tölteni rajta idő, szabad idejét itt kéne tölteni, nem el kell menni innen a Gödről, hanem megélni ezt az egész csodát, amit a Dunakanyar kezdete kapuja, és egyáltalán ebben jár. A másik része a dolognak, hogy tehát azt szeretnénk, hogyha ha felkelnének a székből, nem számítógépen, nem tévével töltenék az időt, hanem lejönnének és rendszeresen mozognának. A harmadik része a dolognak, hogy egy folyamatos utánpótlás biztosítást tudjunk megszervezni, ami nem azt jelenti, hogy ez a sport itt kényszer lesz, a Búzaszemből csak ide jöhetnek, hanem azt, hogy esetleges tájékoztatással, folyamatos figyelemfelhívással, akciózással, kenukkal, sárkánnyal, egyebekkel felhívjuk a figyelmet erre a nagyon jó kis bázisra, és a megfelelő korú gyerekeket, amikor lehet, lecsábítsuk. Hát ezek nagyon röviden összefoglalva, ez a három fontos dolog van ebbe a szerződésbe, és nagyon örülünk, hogy partnerre találtunk a Búzaszemmel iskolával kapcsolatban ebben a szerződéssel. Szeretnénk továbbvinni a sort a Gödi iskolák mindegyikére.
nagyon érdekes, ez csak az én filozófiám, de a közmondás is azt mondja, hogy épp testben épp lélek, nem fordítva, bár én nem becsülöm a lelki oldalát sem, meg a szellemi oldalát a dolognak, de meggyőződésem, hogy aki fizikálisan nem kötéli magát, aki nem jár rendszeresen sportolni, aki nem kapja meg ezt az adrenalint, azt a boldogsághormont, ami a sporttal jár, akár szabadidős szinten, akár profi szinten, az hiába fog bármilyen bizonyítványt szerezni, hiába fog bármilyen karriert csinálni, valami mindig hiányozni fog az életéből. Úgy látom, itt egyre több olyan ember van, aki azért kiegyensúlyozott, azért jókedvű, azért jár le ide és tölti itt el az idejét, mert a élete részévé vált a sport, és ez nagyon fontos dolognak tartjuk. Szeptember közepén Budapesten rendezték a felnőtt birkózó világbajnokságot, és mindehhez miköze Gödnek? A megnyitó ünnepségen fellépett a Gödi Diásport Egyesület táncakosztálynak vezetője, Dézsi Ivett is. A GDS táncakosztálynak vezetője ezúttal egy saját sikerélményről számolna be. Merre jártál a hét elején, milyen események értek fel? A birkózó világbajnokság megnyitó ceremónián vettünk részt, mert a Forgatag művészeti produkció, illetve társaság kért fel, hogy vegyek részt. Milyen produkcióval készültetek erre a világeseményre? A megnyitóján körülbelül 100 táncos vett részt a színpadon, közülük 10 lány és közel 90 fiú zászlóforgatással volt fent a színpadon. A fiúk körülbelül 60-an harcosokat jelenítettek meg, gladiátorokat jelmezekben, kardokkal és lándzsákkal. A lányok görög istennőként vonultak föl a színpadon fáklyával. Mennyi időt vett igénybe a felkészülés, és ez a produkció egyébként neked milyen szerepet játszik az életedben? Több napon át próbáltuk a jeleneteket, illetve a produkcióra nagyon sokat készültünk, hiszen több mint 90 táncos, illetve 10 lány együtt koordinált mozgását kellett a színpadon létrehozni. Nekem, mint pedagógusként nagyon fontos az, hogy egy kis tanítványomat is tudtam magammal vinni, és ő is már tapasztalhatta ennek a megnyitónak a varázsát, hiszen elmondhatjuk, hogy ez nagyon nagy élményt jelentett nekünk, hogy egy világbajnoki megnyitón ott lehettünk innen Gödről. Az saját egyéni táncos karrieredből mondanál-e néhány szót? A gödi pedagógiai munkáim mellett szabadúszóként dolgozom. Pesten nagyon sok neves éttermekben, rendezvényeken szoktunk fellépni turisztikai céllal. Pedagógusként mit jelent az aktív táncos élet? Nagyon sok színes produkciókon, amiket részt veszünk, onnan én tudok ötleteket meríteni az itteni pedagógus munkámba. És visszacsöppenve Gödre, a Gödi Diák Sportegyesület táncakosztályának, melyek az őszi tervei? Most szeptembertől ismét nyitjuk kapuinkat. A Gödi Diák Sport Egyesület táncakosztálya szeretettel várja a gyerekeket, egészen 6 és felnőtt korosztályig bezárólag. A képzések, a táncórák a Huzella iskolában, illetve a Gödi Művelődési Házban zajlanak. A kicsiknek jazzbalett, a nagyobbaknak a balett alapokon keresztül a hip-hopig mindenféle táncstílust tanítunk, és nagyon sok színes fellépésekkel készülünk idén is a közönségnek. Következő anyagunkban picit tekintsünk vissza augusztus 20-ára. A Balázsovics János sportcsarnokban akkor rendezték a rekordkupa asztali teniszversenyt. A mérkőzéseken részt vett Tauber Zoltán, Magyarország első paralimpiai bajnoka. A készfejek nélkül játszó fairplay és sportemberrel mi is készítettünk interjút. Miért pont az asztali teniszt választotta? Kérem szépen, ugye a mexikói úti nyomorék gyerekek kórházában, ugye ott volt az iskola, a bőrdészműhely, szabóműhely, cipészműhely, felnőttek ott pingpongoztak. Látom, hogy ott pingpongoznak, mondom nekik, kipróbálhatom? Ütöttem 2-3-at, magamban már mondtam, ez fog nekem menni. Egy év múlva már budapesti úttörő válogatottban jártam a Margit-sziget edzésre, mert valószínű valamelyik pedagógus felfigyelt rám, hogy milyen jól játszok. És akkor irány Fehérvár, első bajnoki meccsem. Hát mindenki az én asztalom köré állt, nem kell mondani, ugye? Ilyet még nem láttak két kéz nélkül, valaki pingpongozik. És kérem szépen, megnyertem 2-1-re a meccset. Ezzel a csapat is megnyerte ugye a meccset, mert hármas csapat volt. Hát ez volt az első sikerélményem. Milyen út vezetett az paralimpiai bajnoki címig? 1966 egy svéd disszidenstől
hallom, hogy milyen fejlett a mozgássérű sport Svédországban. Én meg a Nyomorék Gyerekek Állami Kórházában dolgoztam, mint kézbesítő anyagbeszerző portás. És akkor írtam egy levelet, megalakult a Magyar Mozgássérű Sportkör, előtte az Orvos Egyetemen játszottam Ülői 26-ba az épekkel. Akkor elindultunk Svédországba vonattal, és kérem szépen svéd, dán, finn, norvég, mindjárt magyar döntővel kezdtünk. Így kezdődött a magyar sikere nemzetközi bekapcsolása nemzetközi sportba. Aztán jöttek a meghívók, Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin, Interkupa, az egész világ a miénk volt. Mik a legkiemelkedőbb eredményei, amellett, hogy paralimpiai bajnok? Tehát 75 Szentendrén világbajnok. 76 Toronto olimpiai bajnok. Na most a Toronto olimpiai bajnokságnak van egy nagyon kellemetlen mellékzőreje. Első nap egy látássérült nyert 60 méteren futásba bronzérmet. Gratulálok a bronzérmethez, de hónap én ezt kifényesítek, ilyen optimizmussal. Előtte egy hónap a Stockholmban voltunk, a szokásos, ugye? Finn, dán, norvég, svéd, magyar. És akkor az ottani magyarok azt mondják, hogy szálljunk le Norrköpingbe, és az ottani klubban is játszunk egy barátságos meccset. Egy éjszakát ott aludtunk Norrköpingbe, és kérem szépen, Áke Peterson jobb keze hiányzott, bal keze épp, 10-es kategória, megver engem 29-31-re a döntő szedbe. Egy hónap múlva az olimpia előtt. Kivel találkozok a döntőben az olimpián, éjfélkor, második nap, Áke Petersonnal. Ő szervál. 5-0 javára. Én szerválok. 5-5. 2-0 javamra. Na álljunk fel a dobogóra, himnusz. Önök a Mozog Velünk című sportmagazin 8. adását látták. Következő műsorunkban többek között röplabdázni is fogunk. Ne felejtjék, www.göditémák.hu. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!